Délután 3 óra elérkezett a wellness ideje a Nyíregyházi Állatpark 3 ázsiai elefánthölgyének. A napok óta tartó kánikulában ez különösen jól esik nekik. Napközben a kialakított medencében hűsölhetnek, ilyenkor viszont a gondozók kényeztetik az állatokat, az elefántok pedig ezt jól láthatóan élvezik, egy helyben toporog, aki éppen a sorára vár. 2:30-3 óra környékén már bevett szokás, hogy a 3,5-4 tonnás hölgyek már itt toporognak a vízsugár közelében, hiszen nagyon-nagyon várják ezt a programot. Ez a hűsölős időszak, ez mindenkinek kiválóan alkalmas. Amellett, hogy a gondozók etetik őket, hiszen répát, almát és jutalomfalatokat adnak nekik, nagyon szeretik az állatok azt, hogy hűsíti a testüket, a vízpermet is, hiszen ilyenkor lehet látni, hogy a zuhany után sáréteget vonnak magukra a homok segítségével, aminek kettős funkciója van, egyrészt a nap ellen véd, amire most igen nagy szükség van, illetve az élősködőken is kiváló védelmet nyújt. Nem csak az állatpark lakóinak van szüksége ilyenkor gondozói segítségre, hanem a menhely kutyáinak is. Az Állatbarát Alapítványnál ilyenkor az a szabály, hogy tartósan 30 fok fölött napközben nem viszik sétáltatni az állatokat. Volt már rá példa, hogy egy kutya rosszul lett és összeesett a melegtől. Akik sétáltatni szeretnének, akkor a reggeli vagy a késő délutáni órákban teltik ezt meg, de a gondozók másképp is próbálnak segíteni a menhely lakóinak. Elindult ugye a párakapuknak a felszerelése körülbelül a telep harmadánál, már van a kennelekben ilyen párakapu, és ugye próbáljuk ezzel hűsíteni ugye a kenneleket, illetve folyamatosan locsoljuk a kutyákat is, meg persze a kenneleket is, főleg ugye a betonaljzatot, hiszen a kennelek aljzata betonból van, ami ugye extra módon nyomja kifelé a forróságot, illetőleg vannak kihelyezve különféle kutyafürdetők, hogyha valaki nem tud sétálni, viszont szeretne kutyákkal foglalkozni, akkor van lehetőség, hogy egy kicsit pancsikoljon a kutyákkal. A gazdiknak is érdemes odafigyelni néhány dologra. Reggel 8-ig érdemes letudni az első sétát, az estit pedig inkább 7 óra után tegyük meg. A forró beton akár 80 fokos is lehet, ezen pedig nagyon hamar megéghet a kutya tappancsa. Ez fájdalmas, és a talpának gyógyulása hosszú folyamat. Vannak olyan kutyafajták, akiknél extra módon figyelni kell arra, hogy árnyék legyen, klíma legyen adott esetben, mindig friss víz legyen. Ezek a rövidebb orrú fajták, például a boldogok, ők nagyon rosszul tűrik a hőséget, vagy például a kölyök kutyák többsége is, tehát ők sem annyira tudják ezt feldolgozni, mint a felnőttek. És hát persze a nagy bundás fajták, ez lehet akár egy huszki vagy egy német juhász, nekik tényleg nagyon fontos, hogy megfelelő hőmérsékletet biztosítsunk nekik, hogyha nem is tudjuk klímás lakásban elhelyezni őket, de legalább egy árnyékról, egy hűvös garázsról, fészerről mindenképpen gondoskodjunk. A vizet mindig cserélni kell, amennyire gyakran csak lehetőségünk van, tehát hogyha a gazdi otthon tartózkodik, akár 2 óránként is, ha nem, akkor reggel úgy menjen el, hogy friss víz, több helyen kihelyezve az udvar területén. A kutyáinkat lehetőség szerint ne tartsuk láncon, mert ugye, hogyha nem tud elbújni vagy árnyékot keresni, akkor pillanatok alatt hőgutát kaphat. Erre a tűző napon hagyott autóban is nagy az esély. A hőguta tünete a heves mellkasjárás, szapora légzés, felakadt szem és tudattalan állapot. Hiába van lehúzva az autóban az ablak résnyire, a belső hőmérséklet pillanatok alatt elérheti a 60 fokot. Ha valaki ilyet lát, azonnal értesítenie kell a rendőrséget, akik a helyszínre kiérkezve akár azonnal be is törhetik a jármű ablakát.